üzenetet nektek, hogy vagyok, és jöjjön egy kis gép bemutató röviden, mert úgy ígértem ugye, hogy új géppel fogok jönni. Hamarosan végre itt eljött az ideje, hogy jön egy kis gép bemutató röviden, hogy én milyen alkatrészeket favorizáltam és választottam. Amint ott láthattátok, egy XFX nevű márkájú tápot választottam 850 wattba. Ő viszonylag új gyártók, de viszont 5 év garanciát vállalnak a termékükre, úgyhogy ez nem egy rossz választás. Processzor i7 3,5 GHz K végzetű, vagyis annyit tesz, hogy a processzor óráját még föl lehet húzni, hogyha szükség van rá. Hűtő, Cooler Master, szép nagy 15 centis hűtő, hogy el rendesen megfelelő hűtést biztosítson neki, mert hogy a gyári hűtő abszart se ér, ugye egy 120 mm-es hűtővel, még ventilátorral még rajta. Memória, Corsair, Vengeance, ugye a Corsair amúgy sem volt sosem palasz, 8 GB-ot láthatok külön hűtéssel rajta, bár szerintem az inkább dísz vagy sem. Vinyónak 1 TB Western Digital, semmi extra, később jön majd az SSD, arra még várunk, úgyhogy majd az SSD-vel még pörgősebb lesz a gép. Alaplap szempontjából egy Asus Sabertooth Z11-es, egy igen különleges alaplap, mert hogy egy hővédő burok van rajta, amire még két kis ventilátort rá is lehetett szerelni, úgyhogy kifejezetten jó alaplap. Mindig szeretek egy jó magabiztos, mármint egy erős alaplapot választani, egy későbbi fejlesztések során megoldható legyen ez is, de azt hiszem hamarosan fog jönni a videokártya, később visszatérünk az alaplapra. Videokártya GTX 770, miért olyan különleges ez a 770-es? Azért, mert nem egy 690-es, a 690-es tulajdonképpen rokona a 770-nek, a 770 a felturbózott verzió, de már belép az úgynevezett titán és 780-as 780-as közelébe, úgyhogy egy hihetetlen teljesítmény lehet vele elérni. Gigabyte Windforce nevezető extra hűtésért természetesen nagyon ügyeltem arra, hogy jó hűtést legyen, emellett így próbáltam választani a házat is, hogy extra hűtés legyen benne, majd arról is később egy kicsit. Szóval Gigabyte GTX 770-esek választottam a videókártyán, Gigabyte megbízható márka, nekem kiszolgált az előző videókártyámnál is, úgyhogy amint láthatjátok, azért nem egy rossz változat. SLI-be lehet kötni, az alaplapba 3 videokártyát bele lehet kötni, úgyhogy terveztem is, hogy veszek majd még egy 770-eset, de úgy érzem, hogy fölösleges, miten kipróbáltam, és láttam, hogy milyen szinten viszi a játékokat, hamarosan fogtok arra is látni. Például, amit láthatjátok, 2 hűtő plusz 3 ventilátor, hogy gyakorlatilag minden alkatrész hűtve legyen. Nagyjából ennyit lehet elmondani a videókártyáról, ugye az egyik legfontosabb momentum az egésznek. Térjünk ugye kicsit vissza az alaplapra. Az alaplapról még annyit hozzá lehet tenni, hogy úgynevezett, így néz ki együtt a gép videókártyástól. Alaplapról még csak annyit, hogy 5 év garancia jár szintére, és az amerikai katonai szabványnak megfelelő alkatrészek vannak benne, ezért is vele az Asus 5 év garanciát rá, itt ugye még egyszer előről. Amit láthatjátok, a házat úgy vettem, egy Zalman ház, Z11 pluszos nevezetű, illetve széria számú, 3-5 ventilátorral jön benne, 3 120 mm-es ventilátorral plusz 2 kicsivel beépítve az oldalába, hogy egyenesen a vinyókat is lehessen hűteni. DVD-ről már csak szükséges volt egy Pioneer, de mint mondom, mindenről lesz egy link, illetve hogy honnan vettem, mit vettem és hogyan is a leírások, hogy el tudjátok dönteni, hogy neki új gépre akar befektetni, hogy valahol hol kezdődik mondjuk a felső kategória, alsó határa, talán lehet ezt mondani erre a gépre, vagy lehet, hogy de mindenképp felső kategóriánál indul, hogy alsó vagy közép határ, az még eldől, de ha belekerül az SSD, mindenképp jobban fog pörögni. Hűtésre nagyon kell ügyelni, ugye, hogy megfelelő hűtés legyen, amint láthatjátok, én is azért nem sporoltam rá, nem volt drága, igyekeztem az alkatrészeket úgy összeválogatni, hogy mikor van egy jó akció, mikor kettő együtt jó vásár, szóval azért is választottam Cooler Master-t hűtőnek, nem Corsair-t, mert Corsair-é drága volt, akkor jön a Cooler Master, szintén egy megfelelő XFX, ugye egy új gyártó és elég jó minőségű cuccokat gyárt, amit elhoztam a tápnál, hogy úgy mondjam, hogy nem modulárosat vettem, hanem rendeset, így aztán egy kicsit kábel management bonyolultabbá adódott, de ugye, mint mondtam, egy elég megbízható márkának tűnik, és mindenhol dicsérték, mert azért utána néztem, ugye jön egy kis Windows telepítés, semmi. Extra csak, hogy láthassátok, hogy beindult, és egy kicsit dicsekedjek, az első beindulás ugye nagyjából így néz ki, szép kéken világítja, igen, mert két lednek LED, kék LED fényei vannak a két ventilátornak.
úgyhogy minden pöpec volt, eleinte nem akart beindulni, aztán rájöttem, hogy nem dugtam be egy kábelt, úgyhogy onnantól kezdve már egész szépen ment. Egy kis Furmark 3D-t ezt a videókártyának, hogy jól bírja a srác, 80 fok fölé nem ment, ami megfelelő egy GTX 770-nek, higgyétek el, úgyhogy hamarosan jön egy kis videókártya teszt, gyakorlatilag egy kis Crysis-szal, amit láthatjátok, ugye jelenleg ez, mondhatni, az egyik legerősebb videójáték, ami a piacon van, hogy úgy mondjam, grafikailag legerősebb teljesítményt adja, a rögzítés közben frapszel 50 fps alá nem ment, rögzítés nélkül 50 és 60 között mozgott, de 90%-ban stabil 60 fps, és Crysis-ról beszélünk, hölgyeim és uraim, ez nem semmi, azért Battlefield 3 pályánként változó, tehát pályánként változó, ezért széleskálát fogok mondani, 80 és 150 fps között mozog Battlefield 3, természetesen Full HD, Full Extra minden beállításoknál, ez igaz Crysis-ra is. Far Cry 3-ról is beszéljük egy kicsit, ugye jelenleg ezek az legerősebbek, hogy így mondjam, Far Cry 3 stabil 50 fps rögzítés közben, amúgy meg olyan stabil 60 fps. Elképesztően jól esett végre játszani egy olyan gépen, ami bírja és grafikailag olyan teljesítményt tud nyújtani, amit én szeretek, mivel hogy a buzi vagyok, ugye? Úgyhogy nagyon szeretem, hogyha egy játéknak szép grafikája, ítéljetek el. Mondom magam core gamernek, de nagyon imádom a grafikát, és nem tudok eltekinteni amellett, és természetesen az FPS-t is, mert hogy ne szeretnék első lenni. Na most ennyi volt a gépszerelés, röviden még egyszer mondom, Facebookon is, és itt a leírásban is YouTube-on megtaláljátok, hogy milyen alkatrészeket választottam, mennyi az áruk, illetve ha kérdésetek van bármire, bármivel kapcsolatban, hogy miért úgy, miért ezt, amint tudjátok, Facebookon elértek, fölteszitek a kérdést, szoktam válaszolni, a menedzserem is szokott válaszolni, szóval alkatrész tekintetében, gép tekintetében nyugodtan kérdezhetek, ha laptopral van valami gondotok, ez az a menedzserem majdnem biztos, hogy fog tudni rá válaszolni. Mindenesetre köszönöm a figyelmeteket, jöjjön az új gép, jöjjenek az új játék, hogy sokkal szélesebb skálában tudok játszani végre, sokkal több fajta műsort tudok hozni, nem mint úgy, mint a laptoppal, úgyhogy köszönöm a figyelmeteket, következő videóig, sziasztok!